Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit itt a legújabb videóban. Hát hajnali egy óra van, ma már túl vagyok egyébként egy kasztoláson, utána egy 3 órás live-on, és most még fölveszek egy videót is. Ugyanis ismét megkértek, hogy mutassam be ezt az oldalt, úgyhogy egy pár szóban gyorsan elmondom, hogy mi újság van, de még mielőtt elkezdeném ezt a gamblinges témát, szeretném mindenféleképpen kihangsúlyozni, és kacok, hogy 18 év alatt esetekben üsson nyitni és játszani ezen az oldalon. Egyrésztről tudjátok azért, de ezt is mindig el szoktam mondani, mert 18 év alatt nem is tudtok regisztrálni az oldalra, másrészt, hogyha esetleg valamilyen úton, módon sikerülne beregisztrálni, a pénzt nem fogjátok tudni kivenni, jó? Úgyhogy erre nagyon figyeljetek oda, 18 év felett, jó? És ekkor is csak akkor, hogyha van fölösleges pénzed, amit eldarálhatsz és nem sajnálod, egyébként nagyon figyelj oda, mert azért a pénzért mindenki megdolgozik, biztos te is, vagy a szüleid is, vagy bárki, úgyhogy próbáld meg nem eljátszani egyébként. Ha meg azért tényleg nagyon-nagyon sok van és szeretnéd eljátszani, vagy nem tudom, megduplázni, vagy amit szeretnél, nyilván esélyed van rá, de nem ez a valós lehetőség. Szóval van más pénzkereseti forrás is, mint sem elgemlingez. Jó, ezt szerettem volna mindenféleképpen elmondani. Egyébként az oldalról azt kell tudni, hogyha már nagyon-nagyon szeretnél játszani, akkor itt játszál ezen az oldalon, hiszen ez az oldal az OP Skins által üzemeltetett oldal, ami gyakorlatilag garancia arra, hogy nincsen megmókolva. Ugye láthattuk már különböző gambling oldalaknál, hogy széjjel van szedve, meg van mókolva, stb. Itt nincsen. Itt azért elég sokat nyitogatunk mostanában, és azért lehet látni, hogy ez tényleg nem egy megjátszott dolog. Itt, ha nyersz, akkor valóban nyersz. Nyilvánvalóan az esélyek azok ugyanannyi, mint más oldalon, de itt nyilván a streamereket sem tömik tele különböző lootokkal, egyébként teljesen jó az a felfogás. Van amerikai láda, van EU-s láda, arra figyelj, hogyha mégis nyitnál, akkor EU-s ládát nyissál, mert az amerikai ládáknak az utaztatási költség az $60 nagyjából, úgyhogy, és mondjuk kikérsz egy $20 terméket, akkor még ráfizetsz 60-at, EU-s ládát nyissál mindenféleképpen. Itt is vagyunk a következő résznél, ami pedig az ökánnak a feltöltése. Itt láthatjátok, hogy nekem az oldal már feltöltött $150, $2 az maradt ott valamilyen úton, módon, tehát van $150. Itt tudjátok feltölteni az ökántotokat, hogyha szeretnétek, $10, $25, $50, $100, stb. Kattintások, tehát pillanatok alatt föl lehet tölteni, és tudjátok használni az ökántotokat. Lehetőségetek van egyébként kivenni pénzben. Nem titok, hogy én is ezt szoktam csinálni, tehát amit nyitok, azt általában én is kiveszem KP-ba. Ki tudjátok venni egyébként direktbe, Skrillre, Bitcoinra, Ethereumra, stb. Nem, mert ennyire. Teljesen jó egyébként, illetve hogyha mondjuk nem itt szeretnétek kivenni, a máshol vannak különböző oldalak, ahol az itemeket simán ki tudjátok venni, úgyhogy ezzel sincsen különösebb gond. Ha nyertek, akkor kis levonások után, de KP-ba is ki tudjátok venni ezt az adott összeget. Szóval, aki mondjuk a pénzre megy, annak teljesen mindegy, hogy milyen ládát nyitogat, ki tudja venni pillanatok alatt. Az utolsó dolog viszont egy nagyon aranyos kezdeményezés, ami nem más, mint az Application for Inbound Processing, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha van neked bármilyen terméked, amit te szeretnél értékesíteni, mint például egy használt cipő. Például, hogyha kitöltöd ezt a dokumentumot, és elküldöd az OP Skinsnek, illetve ennek az oldalnak, amit gyakorlatilag pillanatok alatt ki lehet tölteni, illetve föl tudsz tölteni hozzá nyilván képet is, akkor kapsz az oldaltól egy ajánlatot a különböző termékre. Viszont nyilván ez is regisztrálni kell, illetve meg kell adni a különböző adatokat. Nem tudom, hogy ezt bárki is fogja használni, a lehetőség adott, szóval van bármi terméked, mondjuk régi használt PS, vagy bármi, vagy játékok, stb., akkor azt itt meg tudod tenni. Nem tudom, hogy mire használja egyébként az oldal, remélem, hogy nem arra, hogy ezt fogja kinyomni, hogyha esetleg gyerek valamit. Nem tudom, Sanyi bácsi PS4-jét kiküldi. Szóval a lényeg az, hogy itt be tudod írni, és lehetőséged van arra, hogy különböző dolgokat értékesíts. Na hát skacok, túl vagyunk a bemutatáson, szerintem ez egyébként ezt már nagyon sokan láthatok, Jézus Mária, iPhone XS, hallod? $1533, úgyhogy elkezdünk nyitogatni, van nekünk 60 kulcsunk, ugye egy kulcs $2,5, tehát körülbelül, ja, nem körülbelül, fixen, $150 van arra, hogy elnyitogassunk és nyerjünk valamit. Ezt a Magic-et, ezt nem tudom, mindenki mondja, hogy ez milyen jó, hát gyerekek, amit én ebből nyitottam, az gyakorlatilag botrányos, úgyhogy szerintem kezdünk egy kis bemelegítővel, ami nem más, mint mondjuk kinyitunk 10 budget ládát. Ezek a budget ládák egyébként elég biztonsági ládák, legalábbis ahogy én észrevettem. Hoppá, itt valaki az nyitott egy $70-os Twitch. Oké. Milyen láda ez? Oké, meg kell néznünk azt a ládát. Szóval elég biztonsági nyitás ez, ugyanis ugye egy kulcsba kerül, ami $2,5, és nagyjából olyan $1-2 cuccokat kap belőle fixen.
ami azért nem rossz. Szóval beadhatja a nagyot, de azért nem is buksz akkorát, úgyhogy ezzel egyébként talán érdemes lehet operálni. Na nézzük is az elsőt. Remélem lesz valami jó. Ha nem, akkor ez van, Sprite. Egy kulcs, kösz. Vagy egy kulcs, egy cipő. Ha bedott van egy cipőt, le nem mosom magamról egyébként, hogy az nincsen megjátszva. Szóval teljesen mindegy. Örülök is neki, hogy nem egy cipővel kezdtünk, hát egy 0,54 dollárossal, illetve utána egy 1,90-essel. Egyelőre nem állunk valami túl jól, viszont annyira azért nem buktunk még olyan sokat, mint amennyit egyébként szoktunk. Hát jó lett volna, hogy hát megy oda. 2,49, na ez már legalább valami. Kíváncsi leszek rá, hogy nagyjából mennyit fogunk visszahozni ebből. 150 dollárból azért 100-ast vissza kéne. Sticker, nagyon nem jó. Egyelőre nagyon nem jó. Egy videókártyát az előző videóban, vagy nem, az előző előttiben nyitottam ugye egy videókártyát, az nem volt rossz. Na, végre 2,98 dudos valami. Ez már profi. Ez a nyitás. Szóval jó lenne, hogyha tudnánk nyitni valami nagyot. Rá fogok nem sokára menni a nagyokra. Addig Vice City, pont egy ilyet nyitottam ma már egyébként. Úgyhogy itt a következő. Van még 4 ládánk. Nagyjából egyébként ugyanazokat nyitom majdnem minden nap ezen az oldalon. Igen. Főleg ezekből a ládákból. De hát erre van a legnagyobb esély, úgyhogy nyilván beadhatja a nagyot. Jasonnél is azért beszokták adni a nagyot. Néha-néha, sőt neki azért elég gyakran. Sokkal gyakrabban, mint mondjuk nekem, de hát a lehetőség az adott nyilvánvaló. Legalább nem a sticker. 2,98, van még ládánk? Egy ládánk van. Na nézzük! Nézzünk ebből mi lesz. Ez még nem volt olyan rossz, 2,77. Jó, egyelőre ennyi. Ebből a ládából. Nézzünk mondjuk, nézzünk egy GZ-t. Nyissunk egy 30 kulcsos GZ-t, lehet be kéne adni 75 dollárért. Hát nem tudom. Nem tudom, mi legyen. Gift card. Jó, nyitunk két darab G4. Jó? Hármat. Jó, kettőt, nem. A G4 ez nagyon eszi egyébként, és mostanában nem igazán adja. Az elején volt egy-két olyan live, amikor azért úgy beadta a nagyot, aztán ugye eltűnt a süllyesztőben ez a G4 láda, mostanában nem is nagyon szerettem, általában mindig stickert nyitok. Valószínűleg ez most sem lesz másképp. Így is van. Nagy a bukta. Ugye sokba kerül, 4 kulcsba kerül, és 0,25-ös stickereket nyitogatsz, az... Hoppá! Ho-ho-ho! Ez az! Este van 103! Megy a print screen, és küldöm el Jasonnek. Na, hát elküldtem Jasonnek az üzenetet közben, hogy azért mégiscsak nem csak ő szokott ilyen nagyokat nyitni, hanem én is. Ez nem rossz. Kíváncsi leszek a reakcióra erre egyébként. Ezt szoktuk egymásnak küldeni, hogyha vannak ilyen jó kis nyitások, és be szoktunk örülni egymás nyomorának. Ez most így sem másképp, kíváncsi leszek rá. Figyelj, ez teljesen jobb lehet, hogy most kéne. Hát nem, beadta a nagyot, úgyhogy menjünk tovább. Ez nem volt rossz, tehát azért 100 dodóst kinyitni, az nagyon-nagyon ritka. Este kell nyitogatni, skacok, nem tudom. Ebből az előbb nyitottak elég jókat. Na, Budget Hyper Beast. Próbáljunk meg egy izét? Jó, nézzünk meg egy... Nem tudom. Nézzünk meg egy gamert. Most a 4 kulcsos az bejött. 4 kulcsos az bejött. Ebből is nyitunk 2-t, a bűvös számunk az 8 kulcs, és még mindig van. Úgy néz ki, hogy ezt a live-ot meg fogjuk tudni csinálni a videóba. Ennek nagyon, vagy ezt a videót, ennek nagyon örülök. Nagyon-nagyon kevés olyan videó van mostanában, amit profitba zárok, sőt, gyakorlatilag nagyon durván nincsen. Ez most jó. Ez most egyelőre jól néz ki. Ezt kéne még egy kicsit, még egy valamit be kéne adnia, és akkor az elég jó lenne. Hát nem adta be, de legalább adott egy 1,52-es cuccot. Na, mennyink van még? Van még 34 kulcsunk, jó Isten, és elég jól állunk. Budget Hyper Beast. Jó, menjünk egy kicsit nagyobb halakra. Hátha alapon ebből nyitunk 5-öt. Ebből nyitunk 5-öt, 10 kulcs. 10 kulcsunk bánya, az 25 dollár, ez az 5 láda. Hát, ha lesz benne valami érdekes. Legalábbis nagyon remélem benne, hiszen azért ezek már 5 dolláros ládák. Úgyhogy jó lenne valamit nyerni belőle. Azt a betyár mindenit, hallod? Azt kinyitom azt a kesztyűt, elmegyek borér. Jézus Mária. Az nagyon durva volt ez a sok pirosot hirtelen. Hello, nem is rossz, de megint ott volt a nagyon durva, nem tudom, valahogy azt érzem, hogy tudom, hogy ezek animációk csak, de elég durván be tud bétálni.
Nyilván azt érzed, hogy majdnem kinyitottad, és nyissál még egyet, tesó. 270, oké. Okay. Egyelőre ez nem olyan rossz. Ne, de hallod, direkt tovább, esküszöm, fú, de rám jött a izé, atya úristen, hallod? Átment három izén, három piroson ment át, három piroson. Ez nagyon nagy zsibbasztó ez a láda. Gondoltam. Mennyi ez? 1,19. Ez nagyon durva, á nem, ilyet nem jutunk többet, nekem ezt nem bírja a vérnyomásom, skacok. Ez nagyon durva volt. Jézus Mária. Végig megy, és azt látod, hogy á, jó, lassít le, de már piros, és aztán itt hirtelen nem. Na, az volt a lehangoló dolog. Na nézzük itt is a budgetet, ebből is nyitunk egy ötöt, skacok. Jó. Menjünk rá, kinyitunk ötöt, hátha alapon még bedob egy pirosat. Nem lenne rossz. Na nézzük. Öt ládánk van. Nagyon pörgeti, de... Mi más, hanem a Fear 2. Oké. Okay. Jó van. Mindegy, legalább a felét visszahozza, az se olyan rossz. Idézőjelben. Jobb, mint a sticker. Tehát maradjunk annyiba, hogy amiket ott elnyitogatunk, az jobb, mint a sticker. 0,51. Ne, erről beszélek. Oké, te sokám, azért megint rámosztod a parát egy pillanatra. Na nézzük. 6 kulcs. Low risk. Jó, ebből is nyitunk egyet. Megnézzük, ez is mit tud. 6 kulcs, ami azt jelenti, hogy egy kulcs, $2.5. 10... Hopp. What? Hát van még 19 kulcs. Ja. Ohohoho. Még jó, hogy nem nyomtam el. Na nézzük. Szóval $12-15, ugye? Na nézzük. Gyere. Valami 15 dodónál nagyobbat kéne nyitni. Kinyitottam volna azt a PC-t, az... Többen sírva fakadtak volna szerintem. Valószínűleg én is, így hirtelen. Na jó van 13 kulcsunk, skacok. Rámenjünk a budgetre, hátha. Nyissunk ebből még kettőt. És többit meg elbudgeteljük. Kicsire. Hátha beadja a nagyot. Az esély megvan rá igazából. Nyitom még utána 9 kis budget ládát, hát hogyha befogadni valamit. Na nézzük! Gondolom, hogy tovább megy. Mindig bebétel ez a láda, nem tudom, hogy miért. De pont úgy jönnek az animációk, hogy mindig piros, elhiszed, ja aztán nem. Hát igen, ez most elég bukta volt. Oké, van 9 ládánk. Nyissunk 2 G-Fuelt. Ú, az elég merész lenne. Nyissunk két gamert, meg utoljára egy budgetet. Azt jó van. Lássuk a medvét. Sőt. Ja, nyissunk kettőt, oké. Okay. Elég jól állunk, azt kell, hogy mondjam. Na, ez a sok apró egyébként, ez nem lesz azért rossz. Na nézzük. Oké, $5. Ez pont visszahozta az árát egyébként. Na, király, 10 dodo, király. Na, skacok, hát ez igencsak profitos téma. Utolsó kulcsunkat pedig ellőjük egy Magic, az vagy a Magicből nagyon izé volt. Jó, legyen egy skinünk. Nem, budget ládát nyitunk, skacok. Az bejövő, nekem nagyon tetszik ez a budget láda, úgyhogy nyissunk egy olyat. De ez is mindig bebétel egyébként. Na, hát ez például most erősen profitos nyitás, ami azt jelenti, hogy látjátok, azért lehet profitot is csinálni. Hogyha végignézitek a live-okat, általában azért nem mindig szokott ez profitba kijönni, sőt, soha nem szokott profitba kijönni, de most tudtunk egy profitos csinálni, úgy látszik a videókban más valamiért, nem tudom. Nem azért, mert meg van mókolva, hanem egyszerűen csak szerencsénk van, vagy több a zsetonunk, amit ugye el tudunk nyitogatni és beadta.
A lényeg az, hogy sikerült nyitnunk egy 100 dodósat, ami nagyon-nagyon jó. Úgyhogy remélem, hogy élveztétek ezt a nyitogatást, remélhetően lesz még egyébként ilyen nyitós cucc. Úgyhogy, ácskacok, hogyha szeretnétek valamit, nem tudom, kihozni ebből az oldalból, akkor mondom, próbáljátok meg, ott lesz a videónak a leírásában. Én még mindig azt mondom, hogy nem ajánlom, mert attól, hogy most csináltam egy kis profitot, az nem azt jelenti, hogy mindig profitot csinálsz, de próba cseresznyi alapon, a lehetőség adott, meg lehet próbálni. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nem sokára találkozunk egy újabb élőadásban vagy videóban. Ne felejts el feliratkozni a csatornára, hogyha tetszett a videó, és még szeretnél ilyen tartalmakat. Ne felejts el lájkolni szintén, hogyha tetszett ez a videó, és szeretnél még ilyen tartalmakat. Illetve, hát kövess be Instán is, kukac Jusu TV. Jó? Jók lehetek, vigyázzatok magatokra, Jusu voltam. Sziasztok!